Halló, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Hétfő 10 óra, e-sport óra van. Szóval ma mivel is fogunk foglalkozni? Ahogy a címből is látjátok, ugye elkezdődnek a programozós laborok. És ennek kapcsán első körben a Riot API-jal foglalkoznánk egy kicsit. Most nyilván nem akarom túlzásba vinni a dolgot, mert nagyrészt ugye, tehát, sőt, hát mindannyian programozók vagytok, ugye túl vagytok a Prog 1-en, nagy részetek túl van a Prog 2-n is, szerintem gyakorlatilag mindenki, úgyhogy tényleg csak olyan értelemben pillantanánk rá, hogy tényleg a programozós laborokat egy kicsit megtámogassuk. Úgyhogy rá fogunk nézni erre a Riot API-ra meg, hogy hogyan is lehet ezt használni. Ugye van egy ilyen feladat a tematikában is, hogy ezzel valamit kezdjünk. Na most az, hogy pontosan mit fogtok vele csinálni, ezt teljes mértékben rátok bízom. Igazából lehet ezt sokféleképpen is hackelgetni. Az, hogy most egy Android appot, vagy egy desktop appot, vagy egy webes felületet csináltok, készítetek erre a Riot API-ra, azt teljes mértékben rátok bízom, de azért mégiscsak nézzünk rá, hogy hogyan is működik, hogyan is néz ki. Ugye emellett még, ha jól emlékszem, a Clash of Clans API-t is mondtam, de ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy ez csak a levelezősöknél került szóba. Illetve itt a programozás blogban még ugye a Malmö van, mint egy ilyen teljesen standard feladat. Ugye a Malmönél valami olyasmiben maradtunk, hogy választhatok egy feladatot az UD Progban, ugye az UD Progban mindenki benne van, meg szerintem Prog 2-n is kellett Malmös feladatot csinálni, de erősítsetek meg, hogyha ha így volt, vagy ha nem így volt, akkor mondjátok. Szóval azt egy ilyen malmős feladatot kellene megcsinálni. Na most nyilván itt a feladat nehézsége, meg a feladat jellege az meg is határozza azt, hogy hány pontot lehet ezzel gyűjteni. Nyilván, hogyha csak a prog blokkot úgymond ki akarjátok pipálni, akkor egyet megcsináltok, és azzal rendben is vagytok. Jó. Okés. Na, szóval Riot API, ezzel fogunk akkor most foglalkozni, és ránézünk akkor, hogy mire is gondolunk itt pontosan. Na most nyilván itt ezt sok szempontból lehet nézni, lehet értékelni. Amit így hirtelen mutatnék, ezzel biztos, hogy ti is ismeritek, tisztában vagytok ezzel. Ugye itt van például egy remek példa, ez az op.gg. Ugye ez is az adatok legtöbb, tehát az adatokat ezen a Riot API-n keresztül szívja ki, legalábbis nagy részét biztosan. Aztán, hogy milyen saját elemzések, saját analitikák épülnek erre, az már más kérdés, de hát keressünk rá mondjuk egy játékosra, hogy milyen adatokat lehet itt kigyűjteni. Hát szerintem a legtöbbetek ismeri ezt az akkuntot, ezt a játékost. Csak hogy tényleg pillancsunk rá, hogy milyen adatok vannak. Hát ugye egyrészt nyilván ilyen meccs adatokat ki kell játszott, ki kell lejátszott, és ugye a meccsen belüli különböző analitikákat is le lehet ezen a Riot API-n keresztül kérdezni. Total damage-től kezdve a hogy mondjam, tehát nagyon sok mindent. Jó? És akkor itt ugye ilyen különböző csapatszintű elemzéseket. Ugye nyilván ez már a több játékosból összeálló különböző statisztikák. Akkor itt, hogy milyen buildeket, mit vásárolt, tehát nyilván az alap készlete, akkor mikor mit vásárolt, ugye a QVR-t, hogyan milyen sorrendben kattingott egymás után, meg hát itt látjuk, hogy miket vásárolt. Jó? Tehát ez tulajdonképpen ezeknek a adatoknak a nagy részét a Riot API-ból ki lehet gyűjteni. Markboy, nem pontosan értem.
Mély statisztikai oldal. Hát Boborján, onnantól kezdve, hogy a Microsoft Flight Simulator e-sportnak minősül, még lehet, hogy föl is vesszük a repertoárba. E-learninges jelenléti lesz majd délután. Jó. Hogy erre az oldalra gondolsz, már boy? De ez melyik apit, vagy min keresztül nyered ki az adatokat a meccsből? Hát rájött api. Hát akkor te készen vagy. Tehát ha rájött API-on keresztül szedett ki az adatot, akkor gyakorlatilag a feladattal készen vagy. Jó, na, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy most valami ilyesmit fogunk csinálni, mert nem, ez nyilván több idő kell, meg ez az op.gg egy elég jó oldal. Tehát tényleg ez ebben rengeteg, bocs, itt a reklámért, ebben itt tényleg rengeteg információ van, meg ez tényleg egy nagyon kidolgozott valami, legalábbis szerintem. Amennyire én ismerem ezeket az oldalakat, nem nagyon szoktam böngészni egyébként, de ez tényleg egy elég jó statisztikai oldal. Szóval nem ezt fogjuk megcsinálni, de ennek valamilyen első lépéseit. Jó? És akkor itt a Riot-nak a developer portáljára hívnám fel a figyelmet. Ugye nyilván mindenkinek van LOL accountja vagy Riot accountja, tehát igazából ehhez hozzáfér. Nyilván itt van mindenféle dokumentáció, ugye általában a developer portállal kapcsolatban is, hogy hogyan kell regisztrálni, tehát nagyon sok szempontból van. Ugye ez tudjuk, hogy alapvetően egy web API, tehát ez a klasszikus ilyen, hogy mondjam, tehát ez a REST API is megközelítés, de majd nyilván itt én most ezzel nem is akarok foglalkozni, mert az idő az nagyon szalad, hanem tényleg csak amit meg fogunk nézni, hogy van hozzá egy jávás wrapper, egy ilyen nagyon egyszerű, és egyébként nem is annyira új, tehát egy viszonylag régi jávás wrapper. Ezen keresztül fogunk megnézni tényleg nagyon alap dolgokat. Jó? Tehát tényleg nagyon-nagyon alap dolgokat fogunk itt most megnézni. Mondom, én a REST API-val nem nagyon szeretnék hackelni, mert én nem is nagyon szeretem ezeket a webes dolgokat. Csak ezt Jeszenszky kollégámnak nem mondjátok el, mert akkor nem tudom, kivel fogom tartani, mert szoktunk tartani ilyen webfejlesztés órát, szóval nem mondjátok el neki. Jó, de a lényeg, hogy szoftvert fogunk most írni, egy nagyon egyszerű kis szoftvert, kis jávás, ilyen SL progit fogunk írni. Ezt ezen a tulajdonképpen jávás wrapperen keresztül. Jó, ezeket a linkeket el fogom küldeni, tehát mindenképp ezt majd ezeket látni fogjátok, és ezek alapján tudtok dolgozni. Krók, jávát fogunk programozni, tehát jáva mévön kell. Salesz, köszönöm. Jó, tehát hát igen, mondjuk valóban szólhattam volna, hogy indítsatok Linuxot, de hát na mindegy. Akinek Windowson Java meg Maven be van, akkor nyomsz egy gyors rebootot, jó, akkor várok egy kicsit. Jó, nyomjatok egy gyors rebootot, és akkor ha valaki nem Linuxon van, az menjen át Linuxra. Addig akkor beszélgetek olyan dolgokról, ami nem biztos, hogy olyan izgalmas így most a feladat szempontjából. Jó. Na, úgyhogy mondom, alapvetően ezzel fogunk foglalkozni. Igazából különösebb teendőnk nincs, tehát nyilván a feladat teljesítése szempontjából nem kell egy ilyen op.gg szintű oldalt létrehozni. Mondom, amit én látni akarok itt a feladat kapcsán, hogy az, hogy
egyrészt sikerült nyilván a rájött a pikét elkérni, meg ilyesmi, illetve egy nagyon egyszerű kis példa, ami most egyébként végig fogunk menni, hogy le tudunk kérdezni játékos adatokat. Na most az, hogy milyen adatok ezek, az már rátok bízom. Mi most tényleg csak ilyen nagyon alap dolgokat fogunk így talán egyedül a szintet fogjuk lekérdezni. Jó, ezen a API-on keresztül, hogy éppen az aktuális játékos milyen szinten van. És ez nem a tier, hanem tehát ez a sima level, úgymond. Jó, tehát ennyit fogunk össze-vissza lekérdezni. Na most nyilván ezt lehet cizellálni, én ezt rátok bízom teljes mértékben, hogy mit kérdeztek le, hogy kérdeztek le. Nyilván amit mindenképp szeretnék kérni, hogy apit azért ne hekkeljük, tehát nyilván azért úgy használjuk, ahogy az a dokumentációban van. Itt a developer portálon ez le is van írva szépen, hogy mik a lehetőségei az API-nak, mit csináljunk, mit ne csináljunk. Nyilván vannak ilyen limitek, most csak erre itt rákattintok, hogy milyen rate limitek vannak. Nyilván gondolom, feltételezem legalábbis, hogy azért vannak már olyan fizetős megoldások is, amikor itt már a limitek máshogy vannak. Nyilván mi használjuk az ingyenest, szerintem ilyen, de majd Márkból megerősít vagy megcáfol, de ilyen százas nagyságrendben lehet lekérdezni percenként. Ugye ez a legtöbb ilyen API-nál benne létezik, tehát akár a Google-t, bármi más használtok, nyilván ezek a rate limitek megvannak, hogy mennyit lehet használni. Jó, tehát erre figyeljünk oda. Jó, úgyis letilt maga a rendszer, tehát nem ad választ, de erre figyeljünk oda. Jó, úgyhogy ez lenne a célja. Jó, ha csak itt Márkból írja, hogy ha csak nevet kérdezel le, akkor azt nem számolja. Jó, okés. Jó, de mondom, olvassátok el, nyilván tájékozódjatok, hogy kell használni, de ugye másodéves hallgatók vagytok, szerintem ezt nektek különben nem kell magyarázni, van webfejlesztéstől kezdve a szoftverfejlesztésen át nagyon sok olyan tárgyatok, ahol szerintem már használtok ilyesmi rendszereket, legalábbis Jeszenszky kollégából, ahogy ismerem, szerintem használtok ilyesmiket, tehát annyira nem lehet idegen azért a dolog. Jó, na és akkor nyilván erre vannak különböző wrapperek, hát én most ezt találtam, ezt a jávás kis wrappert, és tavaly is talán ezt használtuk, de mondom, ez tényleg már egy régi valami. Aránylag jól működik, de azért vannak problémái. Jó, na akkor látom, hogy Krók kollega is megérkezett, úgyhogy akkor talán el is kezdhetjük. Na most egy jávás ilyen Maven projektet fogunk létrehozni, úgyhogy én ehhez szerintem gyorsan elkészítek egy ilyen nagyon egyszerű kis mappa szerkezetet, amiben majd bele fogom írni a... Igen, hát tudjuk a szokásos mappa szerkezet. Okés. Jó. Maven projekt lesz, előre elnézést kérek, tudom, mehet meg Gradle-be, meg sok más egyébbe, hát ez most Maven lesz, abba föl tudtam éleszteni a napokba, hogy akkor abba fogjuk megcsinálni. Na, és akkor valahogy így nézne ki nekünk ez a mappánk, hát ez tényleg a szokásos jávás, hát mappa szerkezet, semmi különös. Ugye ráadásul ilyen Maven projektesre csináljuk, de hát mondom, ezt szerintem különösebben nem kell magyarázni. Jó. Ja, akkor ezt innen ki is veszem, és akkor itt rögtön elmentek egy ilyen kis példát, hol vagyunk? Itt vagyunk. Jó, és akkor ez lesz a mi kis példaosztályunk, ami egyben a main class is lesz. Tudom,
sose tesszük a main classba, a működés jó. Most ez ne, tehát ilyeneken most ne akadjunk le, tényleg egy nagyon egyszerű kis gagyi példa. Mondom, szerintem Jesse kollégám már a haját tépni, hogy miért így csináljuk, de hát most így csináljuk. Jó, úgyhogy egy nagyon egyszerű kis dolog lesz. Jó, és akkor ebben rájött ezt kis programba. Na, és akkor, hogy tényleg hogyan is működik ez a wrapper? Ez is valamelyes dokumentálva van, de azért hát elég szűkösen, majd a linket bedobom nektek. Hát, ha itt megtalálom hirtelen. Jó, maga, tehát le tudjátok tölteni forrásból is a GitLab-ról, de egyébként a Jitpack-en fönt van, tehát ha hozzáadjátok akár a Maven, akár a Gradle repókhoz a projekteteken belül a Jitpack-et, akkor ott lesz. De ez szerintem le van írva a GitHub-os. Na hát csak nem találom meg. Tehát le van írva a GitHub-os linken, de és akkor itt van a maga a dokumentációja. Jó, tehát ezeket is majd elküldöm linkekbe, de szerintem ezt is megtaláltok a GitHub-on. És akkor így szépen dokumentálva van az, hogy hogyan is. Tehát ez a sima Java-dok, semmi különös. Jó, ezt már ismeritek mindannyian. Mármint nem konkrétan ezt, hanem ezt a Java-dokot. Jó, na és akkor ez alapján, meg itt van egy ilyen kis, nagyon egyszerű kis példaprogram, ez alapján most mi is végigmegyünk és megírunk egy ilyet, figyelve egy dologra, amit majd külön ki fogok emelni. Jó? Na de hát akkor tényleg menjünk is ezen végig. Már annyi ablak van itt nekem nyitva. Nem biztos, hogy feltétlenül jó, hogy rögtön így a progóra után van a e-sport óra, de hát így alakult. Na, és akkor ugye nyilván kezdünk a szokásossal. Ugye, hát nem lenne muszáj mondjuk a package, de ha már van, akkor van. Várjál, bedobom neked a GitHub-os linket. Rájött a pisat, és akkor rá tudtok nézni. Íme. Jó, na. De akkor nézzük is közbe. Így nyomjuk ezt a sima okés. És akkor programozzunk Java-ban. Ugye kell nekünk egy main. Okés. Hát, majd exceptionok biztos lesznek, de most egyelőre azzal nem foglalkoznék. Jó, na most, ami ilyen, tehát tényleg nagyon egyszerű az egész API, mármint olyan értelemben, hogy viszonylag jó interfészhez tényleg, mármint nem az API, hanem ez a Java-s interfész viszonylag egyszerű, ugyanis nekünk egy ilyen Riot API objektumot kell készítenünk. Riot API objektumot kell nekünk készíteni. Viszont nyilván annyi, hogy mondjam, extrával, hogy kell neki egy ilyen config fájlt átadni. Jó, tehát kell majd egy config fájl. És utána ebből a, mindjárt mondom, hogy mi ez a config fájl, meg hogy pontosan mire is használjuk, és aztán ebből az API-ból tudunk mi lekérdezni idézőt, tehát summoner-t. Tehát van egy ilyen tagfüggvény, ez a getSummoner by name. Ugye rákattintok a doksira, hogy így van-e. Így van, ez a getSummoner by name. És ugye át kell neki adnunk egyrészt a platformot. Ez a platform hát egy, ha jól emlékszem, egy sima enum class type, vagy valami ilyesmi, és akkor abban így egy ilyen konstanst átdobunk, illetve át kell neki adni az idéző nevet stringként. Most hát ezt mi praktikusan csináljuk már parancsori argumentumokból, csak ilyen barbár módon simán tehát mindenféle párzolás minden nélkül, hát mindegy, a lényeg, hogy működjön, szoktuk mondani. Ezt kiteszem nagyból, hogy látszódjon is.
Jó. És akkor innentől kezdve már nekünk van egy summoner objektumunk is. Jó. És ebbe a summoner objektumban már le tudjuk kérdezni a nevet, az ID-t, a szintet, illetve a profile icontól kezdve nagyon sok mindent. Jó? Tehát tényleg innentől már sok mindent tudunk. Tehát csak mondj, hogy egy... Fogadjunk, hogy ez nem működik itt. Á, gondoltam. Mondhatnátok, hogy használjátok NetBeans, de... Mondjuk van a NetBeansnél jobb is a... Mi is az, amit szoktak a... Névmemóriám szörnyű. Na mindegy, majd ha eszembe jut, mondom. És akkor itt már simán csak le tudjuk kérdezni a get name simán. Jó? És akkor itt a nevet le tudjuk. IntelliJ azaz. Köszik, Rock. Igen, IntelliJ. Jó. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag már meg is van a summoner infónk. Jó? Tehát nagyjából ennyi lenne tényleg az API. Viszont nyilván, amit még nekünk kell, ez a config file. És ennek a config file-nak a kapcsán ugye, hát nyilván kell belőle egy példány. Jó, és ide át kell nekünk neki dobni az API key-t. Jó. Biztos, hogy így kell. Várjatok, ránézek a doksira. Jó, át a set key kell. Igen. Tehát így. Ja, így. Oké is. És akkor így elvileg létrehoz nekünk egy ilyen API config objektumot, ami kell nyilván az API példányhoz. Jó. Na és akkor ez a key. Millió helyen látom, hogy ugye ez az API key-t, ezt tudjátok kérni itt, hát most mondanám, hogy megmutatom, de valószínű nem fogom megmutatni. Ezt tudjátok kérni a API-tól magától. Na, ha megtalálnám. Hát nem találom komolyan. Nem. Hát nézzétek, nem találom. Igen, Márboly, azt pontosan azt keresem. Ami 24 óránként újra generálódik. Igen, tudom, hogy ott van, csak... vagy akkor lehet, hogy nem vagyok... Á, igen, köszönöm, ha bejelentkezek, akkor működni fog. Jaj, az ember hozzászokik ahhoz, hogy mindig mindenhol be van jelentkezve, és nem kell mindig bejelentkezni. Igen, így sokkal könnyebb. Jó, tehát bejelentkeztek, és rögtön ott van a fő oldalon. Jó, csak így fölvillantam, úgyis ki van csillagozva. Jó. Most ezt a API key-t itt kikopizzátok, és rengeteg helyen látom azt, ilyen open source repokba, hogy ide csak így be van hardkódolva. Sőt, nem egyszer látok olyat, hogy jelszó van behardkódolva. Egyébként vicces, egy hacker barátom küldte el pár hete, hogy így rákeresett a GitHubon arra a szóra, hogy password, csak ennyire erre, és egy csomó olyan commitot kidobott, ahol ez volt a, tehát nem csak az, hogy valaki fölcommitolt a jelszót, hanem ugye ez volt a commit, hogy tehát lehet, hogy utólag így eszébe jutott, hogy franc vegye meg, fölcommitoltam a jelszavam, akkor gyorsan leszedem. És ugye ez volt ráadásul a commit üzenet is, hogy remove password. Tehát, hogy csak hogy még könnyebb legyen rákeresni. Na most nyilván azért ugye, ha tudjátok, hogy a Git hogy működik, hát nyilván ez nem szedi le,
csak ugye az aktuális verzióban már nem lesz benne. Na mindegy, a lényeg, hogy ilyet ne csináljunk. Tehát soha ne hardkódoljunk apikit, vagy jelszót, vagy hát nyilván jelszót triviálisan ne, de apikit ne hardkódoljunk be. Mit lehet tenni? Hát nagyon egyszerű, kimentjük egy fájba, valamilyen resource fájba, most ez teljesen mindegy, hogy Androidon vannak ilyen resource fájlok meg. Én most csak egy nagyon egyszerű és nagyon gagyi megoldást fogok csinálni, fogom, azt beteszem ide egy fájba. Ide a futtatási környezethez. Legalábbis, hát nem, egy mappával kintebb, ugye biztos. Jó. Ha megtalálom. Jó. Jó. Tehát ide egyel kintebb, látjátok, itt létrehoztam ezt a key.txt-t. Nem mondom, hogy ez a legjobb megoldás, tehát ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Mondom, Androidon talán ilyen resource fájlokba szokták tenni, ha jól emlékszem, iOS-en is van erre külön megoldás, hogy ez hogyan kell. Hát meg amúgy is sok-sok dolgot találhattok ezzel kapcsolatban, jó? Nem tudom, hogy tanultok-e ilyet esetleg valamelyik tárgyból, hogy ezt hogyan kell kezelni. Most tényleg csak ilyen nagyon egyszerűen. Így ezt rövidre zárjuk. Jó. És akkor innentől kezdve nyilván már mi történik, sima fájl megnyitás, tehát most csak írunk egy nagyon egyszerű kis ilyen fájl megnyitósdét. Hát amennyire emlékeim vannak, megpróbálom így a emlékeimből előhozni, hogy ugye kell majd egy valamilyen reader objektum, meg igen, és annak kell útvonal, meg kell ilyen karakterszet. Hát majd szóltok, hogyha valami nem jó. Jó, és akkor ugye innen a file system kellene, ami hát valahogy úgy volt, hogy ugye egyrészt le kell nyúlnunk nekünk a file systembe, és akkor, hú, hogy volt, gyorsan rákeresek. Jó, onnan elkérjük az alapértelmezettet. Oké, és tehát kell egy get default. És onnan a pass, ugye? Ha jól sejtem. Marboy scannert nem használok. És akkor itt a parancsori argumentum, ja, de nulla, így van, nulla, nulla, nulla kell. Ja. És akkor ez lesz a kulcsfájlunk tulajdonképpen. Hát, jó, de legyünk már elegánsak. Na, egy sorra persze, jó. És akkor ugye ez egy buffer reader lesz, jó, csak már, hogy tényleg legyünk már elegánsak. Nyilván egy sorra tényleg mindegy lenne, de legyen. És akkor azt tudom, hogy ahhoz kell még egy ilyen karakterszet. Szerintem azt, hát itt el is rákeresek. Ha lenne időm kicsit több készülni két óra között, akkor egy picit gördülékenyebb lenne, de hát egy keressetek rá, és akkor itt is a charset. Ja. Hát lehetne használni a defaultot is. De mi most adjuk meg kézzel. És akkor ez pedig így. Charset vagy charset kises. És akkor ezzel a fornémmel. Jó, itt csak kikopizom a konstanst, hogy ne roncsa, vagy hát ezt a stringet, hogy ne roncsam el. Jó. Na és akkor ezek kellenek ez a buffer readerhez. Jó, és akkor csináljuk is meg ezt az objektumot.
Hát ezt is a fájlon keresztül csináljuk. Ja, ez szerintem így van, hát majd ha nem így van, akkor kikeressük a doksiból. Jó, és akkor ennek kell átadnunk egyrészt a fájlt, másrészt pedig a karakterszetet. Hát, de volt már, hogy tévedtünk. Ugye? Jó. Hát, és akkor ezt most én így nemes egyszerűséggel bedobom egy try blokkba. És itt fogjuk szépen beolvasni magát a kulcsfájlt. Pásznál file system get default. Hát, meglátjuk, meglátjuk. Hát, lehet, hogy az is elég. Viszont akkor hogy adod át magát a fájlt? Tehát így ez akkor már az egész fájl lesz, mondjuk. Meglátjuk, jó? Meglátjuk. Na, és akkor... file system... Mármint, hogy az eleje? Ja, persze. Jó, 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 bocs. Bocs, bocs, bocs. Igen. Jó. Rendben van. Köszi. Jó, és akkor ide fogjuk beolvasni mi a kulcsunkat. És ezt már a readline taggal file systems. Jó. Jó, jó. Oké, és mondom ez tényleg, hogyha kicsit több idő lenne erre, akkor még jó is lenne. Na, és akkor itt pedig szépen be fogunk olvasni. Hát, itt tényleg egyszerűen a readernek van egy ilyen readline tagja, és hát nem biztos, hogy van ennek értelme, ennek úgy lenne értelme, hogyha ezt így szépen kifejeznénk, hogy nem null. Ja. Mert egyébként hát így van, így lenne jól. Ja. Jó, és akkor adja, mert egyébként ne problémázunk itt hát nyilván akkor emitt is lehetne a null pointert vizsgálgatni. Mindegy, jó ez így most. Jó ez így most. Kicsit fapad, de hát Istenem. Jó, remélem működik is. Mindjárt meg fogjuk nézni. Csak még egy szállt futom, azt mondja, hogy fájlunk van, karakterszetünk van. Ugye ezt bedobjuk ide. Jó, hát mondjuk a try blockot ki lehetne bővíteni akkor az egészre. Részletkérdés. De szerintem ez így jó. És akkor ide még kellene, hát most ezt mondom, megint lehet, hogy itt ijeszi fogná a fejét, hogy atyaig mit csinálok, de ide fogom bedobni csak simán a kivételkezelést. Egyrészt kell nekünk egy Riot Exception, vagy pontosabban Riot API Exception, meg kell egy sima IO Exception. Exception, ha sikerül lemaradni. Köszi Boborján, igen. Jó, tehát hogyha sikerül, jó leírni. Na, és akkor nagyjából ennyi lenne, nyilván még az importok majd kellenek. Itt viszont még egy dolgot le kéne kérdezni, mondjuk legyen a summoner level. Jó. Tehát tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis valami. És akkor ide még hát biztos, hogy kell egy csomó import. Hát egyrészt ugye használjuk ezt a buffer reader-t. Ugye kell a... Na. IO exception. Hát csak jobb az ide, mert ott akkor már Alt Enterre lehetne is nyomni. Legközelebb azzal csináljuk. Kell a karakterszet, de az már a Neo-ba van. Neo.
De szerintem az IO exception is itt van. Jó, kelleni jó, és akkor ott a... Ugye ez a charset objektum. Nézem még, hogy mi volt. Ugye kell a file system. NIO szerintem. NIO. Igen. Fú, itt már boly, már darálja is nekem. Ja, mert te idébe írod, fogadjunk, és akkor az már dobja föl neked automatikusan. Jó, akkor ebből még kell nekünk ugye a file. Files. Nem. Ennyi. És mi van még itt a kell a pat is? A fejből írja. Az is jó. Na most ennyi adminisztratív kell szerintem. De majd úgy is dobja a hibákat. És pár ezer, tényleg hány ezer órád van már bolya jávába, ha már sportóra. Jó, na mindegy, és akkor ezután még kell a maga az API is, tehát a Riot API-nak az importjai. Hát ezt most csak így, csak ránézek. Kis. Igen, tehát kell a copy config. Végigjátszottad a jávát? Az jó. Hát itt egy kis copy pasta nem árt. Jó, és akkor az API-ból kell egyrészt maga a config. Akkor kell a maga API, kelleni fog a exception, illetve kell a summoner, de az már a endpoints-ban van, ugye? Hát, akkor egy kövér kopit nyomok erről is. Miért is ne? Illetve kelleni fog ugye a platform is. Hát ezt is kikopizom innen. Nem elegáns, de hasznos. Jó. Na hát nagyjából szerintem ennyi kell. Pillanatra ránézek. Jó, okés. Api csillag? Hát, végül is. Jó. Na, és akkor ehhez még meg kell írnunk a pomot, ami mindig egy rendkívül izgalmas dolog. Az a szerencse, hogy van nekem egy előre gyártott pomom. Úgy vagyunk, rájött ezt, és akkor ide bedobjuk. Legalábbis egy ilyen váz mindenképp, úgyhogy ezt most én előveszem. Oké, és hát ha megtalálom. Oké, és import csillag? Hát nem biztos. Oké, ez lesz az igen. Na, ezt most csak így ide tényleg átdobom, ne jegyünk meg. Traumatizáló, de ezt most csak így ide átteszem. Jó, hát ez tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis valami, hogy nyilván ezzel is már teljes mértékben szerintem tisztá vagytok, ismeritek, tehát tényleg
szoftverfejlesztésben is Yesinél szerintem biztos van róla szó. Ez egy nagyon egyszerű kis prom, egy ilyen futtatható jart fog nekünk generálni. Egy jar fájt. Tudom, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogy ilyen futtatható jar fájlokat gyártunk, de most ez elég szemléletes lesz. Na, és akkor ugye nyilván ezt ki kell töltenünk, mert ez nekem csak egy ilyen váz. Úgyhogy töltsük is ki. Hát egyrészt ugye nyilván megadjuk az artifactet, ez most ilyen nemes egyszerűséggel ez a Riot Test lesz, mert ugye ez nekünk a projektünk. Ugye egy artfájt fogunk készíteni, meg kell adnunk a main class-t. Jól emlékszem, ez lett, akkor megnézem. Hát, hogy vagyunk? Hát kicsi. Legyünk precízek. Jó, és akkor ide is kell még egy main class, de ez már mehet így copy-paste-elve. Jó. Na, ami még hiányzik, az ugye maga az API. Tehát még az, a dependency-ket hozzá kell adni. És akkor ez az, amit simán ki tudtok copy-paste-elni a GitHub-ról. Ugye egyrészt itt ugye a Maven, tehát a JIT-packet, mint repository, és a dependency-t, magát a library-t. Jó, ezeket simán innen csak most kimásoljuk. Szerencsére ezt megadja nekünk. És ezt ide a build elé kéne, de ugye arra figyelünk, hogy ez egy repositories tagbe legyen. Jó, és ezt itt be is zárjuk. Oké, és egyrészt ez, másrészt pedig akkor kell ugye a dependency. Azt meg ide fogjuk bedobni. Jó. Oké, és na, szerintem más nem fog kelleni. Ja, de bocsánat, még kell a JSON. Nem JSON, hanem a JSON. Ugye az is a Google-nek ilyen kelése. Ezt most csak így bedobom. Hát az is olyas, mint a JSON, csak ez a JSON. J, G, ugye ez a GVC, meg JVC, meg... Tehát nem mindegy, hogy G vagy J. De mindegy, lépjünk túl. De nézzük meg akkor ezt is. Ez még kelleni fog hozzá. Függőségként. Jó. Hát, szerintem a többi rendben van. A konzerv remélem rendben van. Ez is, hát a forrás meg majd mindjárt kiderül. Jó. Úgyhogy még rápillantok akkor a mappa szerkezetre, hogy jól csináljuk-e. Ugye mutatom is, hát ha ti is kiszúrjátok, ha van hiba. Ugye itt van nekünk a kis projektünk. Benne a POM XML, és akkor ezen belül van nekünk ez a map, szokásos jávás mappa szerkezet a példakóddal. Oké, és na most a példakód az ugye ez, ami hát vagy jó, vagy nem. Reméljük befejeztük, és megírtunk mindent. Hát a POM XML, jó, hát ezeket meg majd meglátjuk. Na, már biztos kiszúrja, amúgy köszi para, köszi. Jó, tehát szerintem ez így rendben is van. Nyissunk egy terminált. Oké, és rendben van. Jó, itt vagyunk, és akkor szerencsére van nekem egy konzerv parancsom is, mert hát a Maven az ilyen. Adjuk is ezt ki. Na, és rögtön van hiba, szuper, ennek nagyon örülök. Azt mondja, hogy
Buffer reader. Hát olyan nincs, az biztos. Hol írtuk el? Itt írtuk el, ugye? Mert ez buffered reader. Amit nem írtuk el, de itt is elírtuk. Igen. Jó. Pörgessük tovább. Újra. Még egy, lehet ez is elírás. Azt mondja, hogy itt az API config. Aha, na itt most ránézek a doksira, hogy ennek hogy kell kinéznie pontosan. Kezd eluralkodni a káosz itt a másik monitoron. Igen. Márboly, már te is csinálod. Jó, hát mondjuk ilyen jávás elnevezés. Oké, és... Így van, method set ki, igen. Jó. Újra. Na. Még a végén működni fog. Most kiteszem a terminált nagyba, hogy azt lássátok, mert nagy fejem ne takarja ki. Jó, és akkor innentől kezdve már csak futtatni kell. Ugye, hogy beszéltük, hogy... igen, itt megcsinálja nekünk a yard dependency-kkel, reméljük jól. És akkor ugye, hogy is volt? Nézzük a forrást. Ugye úgy volt, hogy a első parancsori, vagy hát a nullás lesz ugye a kulcs. Ugye az első, meg az idéző név. Mármint az egyes. Jó, hát akkor így kell futtatni. Nagyon egyszerű. Hát még így is kitakarja a fejem a parancsor. Na várjatok, akkor csinálunk egy olyat, hogy kicsit föltekerjük. Hát nem így csináljuk, hanem így csináljuk. Jó, és akkor így látni fogjátok. Oké, és jó. Tehát lefordítottuk, ez rendben van. Na és akkor futtassuk. Ugye, és ez a Riot API Test with Dependencies. És akkor itt megadjuk a kulcsot. A kulcsfáj elérhetőségét, meg megadjuk a mondjuk egy idéző nevet. Mondjuk kérdezzünk le engem, hogy rólam mit mond. Hopp. És akkor erre ír egy 403-as hibát, ami ugye azt jelenti, hogy nincs hozzáférésünk a API-hoz, ha jól emlékszem. Ja, mert lejárt, jó, újra kell generálni. Bocsánat. Akkor ezt újra generáljuk. Azt hittem, hogyha belépek, automatikusan generál, de hát miért tenne ilyet? Jó, akkor ezt most át kell írnom a API key-t. És remélhetőleg jót fogok átírni. Oké, és... Jó, na futtassuk újra, hogy most mit mond. Tökéletes. Annyi, hogy ez nem név, hanem szint. És ezután már biztos, hogy szuper lesz. Nyilván most újrafordítjuk, újrafuttatjuk, és működik is. Jó? Tehát mondom, egy ilyen nagyon egyszerű kis API példa, itt lekérdezi nekünk a nevet, meg a szintet. Jó? Doksiában nézzétek meg, hogy miket lehet még lekérdezgetni, meg mik azok, amik ilyen infók megjelennek az API-ba. Ugye nyilván itt figyelni kell arra, hogy a platform rendel legyen, hát ezt is lehetne ilyen parancsori argumentumokból hackelni, meg ilyesmi. Aki akar, írhat hozzá egy kis GUI-s, ilyen JavaFX-es kis desktop appot, de mondom, mobilon is nyomhatjátok Androidon, hogyha valaki most azzal foglalkozik. Hát
iOS-re nem tudom, hogy van-e, hát ha más nem csináltok, mondjuk hát van-e REST API, nyilván van, tehát működni fog azon is. Ha jól emlékszem, ilyen JSON objektumokat, JSON üzeneteket dob vissza, maga az API, jó? De hát, hogyha mondom, mást akartok lekérdezni, mondjuk, tudom én, akkor átírjátok NA-ra, és akkor ott már azt, akit néztünk az előbb, azt így tudja, ja, csak le kéne fordítani újra, mert átírtuk NA-ra. Jó, tehát nyilván lefordítjuk, és akkor itt újra le tudjuk kérdezni, jó? Tehát nyilván most egy tényleg ilyen nagyon egyszerű kis példa. Jó. Szerezhettek-e pontot? Hát persze, azért csináljuk. Nyilván ezt ha reprodukáljátok, azzal már készen is vagytok a feladattal. Tehát arra egy 20 pontot már lehet könyvelni. Illetve nyilván ki lehet pipálni vele a programozás blokkot. Jó, tehát ez fixen így már pontot ér. Java kell-e, hogy legyen? Nem. Kristóf, tényleg bármi lehet. Használhatod a sima API-t is, ami ugye ez a REST API-s, tehát ilyen sima API requesteket küldözgetsz. Szerintem ilyen HTML-es, hát a szokásos módon, de mindjárt rápillantok. Hát igen. Jaj. Tehát ilyen API requesteket küldözgetsz. Vagy HTML requesteket, na. Postget. Na, csak sikerül kimondani, így van. Jó, tehát még ilyen wrapper se kötelező használni, simán megy a szokott webes hackeléssel is. Jó, na akkor kérdések vannak-e esetleg ezzel kapcsolatban? Most én ilyen programozós rész kapcsán én ennyit gondolnék. Ugye amit még meg fogunk nézni, szerintem az a Clash of Clans-nak az API-ja. Azon még majd dolgozok, most nincs, nem volt úgy időm vele foglalkozni, de ránézek a héten mindenképp. Jó? És fogunk vele foglalkozni. Jó, akkor világos, érthető volt. Mondom, ezt kéne úgy reprodukálni, nyilván a hibák nélkül. Tehát amiket így elején beleraktam, ilyen íráshibák, meg ilyesmi. Föl fogom tenni egyébként ezt a GitHub-ra is, azt is be fogom linkelni, e-learningen megtaláljátok. Jó? Tehát föl fogom tenni. Hát lehet egy kicsit csinosítgatok rajta itt-ott, de lehet, hogy nem, hát majd meglátjuk. Jó, ezt föl fogom tenni akkor. Jó. Na, arra itt mondja, hogy menjen a kód. Hát még van az órából. Hát akkor pörgessünk egyet. Jó. Pörgessünk egyet. Viszont azt már, tehát ahhoz, hogy én azt pörgetni tudjam, át kell mennem Windowsra. Úgyhogy a streamet le kell állítanom. Mert nyilván most Linuxon vagyok, itt meg játékok nincsenek belőve. Úgyhogy addig nyugodtan, ez egy pár perc, addig nyugodtan gondolkodjunk, hogy hát vagy Valorant, hát attól függ, mennyien leszünk. Valorantra lennénk amúgy öten? Most így a chatet kérdezem. Mert mondjuk a kódra elég, ha vagyunk hárman, vagy még akár ketten is. Lennénk-e Valorantra öten? Csak már akkor, ha már nézzük meg ilyen nappal is, e-sport órán is a game-et. Jó? Na addig akkor gondoljuk végig. Én akkor most itt megállítom a dolgokat. Most mondanám, hogy nem lesz outro se, de az amúgy se szokott lenni. Jó, tehát most megállítom a streamet. Trecko, lesz majd szerintem az is. Jó? Jó, akkor Kristóf Erdei, szuper, jó, okés. Jó, szerintem leszünk akkor. Hát, ha más nem, majd valakit még bedob. Na, a lényeg, hogy jövök vissza egy pár perc múlva. Most megállítom a streamet, mert nyilván úgy nehéz elbútolni másik oprendszerre, hogy megy közbe. Jó, pár perc és jövök. Jó, sziasztok!